Sziasztok, jó reggelt, ez a napi vlogomnak a harmadik része. Most igazából 8:30 van, és most keltem fel nemrég, felöltöztem, megmosdottam, megcsináltam a hajam, szóval látszik a szememben, hogy most keltem fel. És azért keltem ilyen korán, mert megyünk kávésztájba egy pára, mivel Norvégiából hazajött az osztálytársunk, és akkor elmegyünk vele egy pizzázni egyet, meg beszélgetünk. Szóval igen, most ki is megyek igazából a fürdőszobából, de még meg se ágyaztam. Megágyaztam. De most akkor gyerünk le. Szóval itt van Réka. És most 10 perc múlva 9 óra megyünk mindjárt Aminak beszólni, utána meg majd találkozunk ott. Szóval itt van Szofi, Tami és Réka. És most akkor megyünk, és akkor majd ott találkozunk. Szóval én kértem egy toastot és egy cedevitát, a Réka is. Te mit kértél, mondjátok el? Egy nutellás pacsintát és egy kólát. Én egy csokis frappét. Én is egy nutellás pacsintát meg kólát. Szóval most várjuk akkor, hogy elkapjuk. Szóval megettük a kávésztájba, amit kértünk, most megvettem valami ilyet, valami citromos ital, vagy mit tudom én, de amúgy ez finom. Szóval most Adrival, ő hozza a kólákat, megyünk át a délihez, mert ma is ott teszünk, ide adhatod. Adri, szia, integet! Adi is pihen. Adi, most te vlogolsz? Igen. Igen? Akkor videózz magad. Várjál, segítek megfordítani. Így, így fogd. És így menj a dédihez, és így beszélj valamit a kamerába. Beszélj valamit. Állat. Állat. Várjál, nem vagy benne. Na most így benne vagy. És így, így kell tartanod, és így beszélj valamit, vlogolj. Állatkertben. Nem vagyunk állatkertben, de itt én vagyunk. Mikor lesz a szülőnapod? Hát nem tudom. Nem tudod? December 25-én. Igen! De besz. És hogy kell pisz mutatni? Úgy. Nézd, én mit tudok. Na, mit tudsz? Hú, halljátok, el is felejtettem, hogy ma vlogolok, és most amúgy olyan 3-4-8 körül van, most jöttem fagyit lenni, és ezért holnap is vlogolni fogok, mivel hát ez így gondolom ilyen 3 perc körül van, és így túl rövid, szóval holnapi napom is levlogolom, úgyhogy igen. Szóval most olyan 11 körül van este, és letusoltam, megágyaztam, mármint nem úgy megágyaztam, hanem hogy mindegy, most nincs kedvem azt elmagyarázni, még nem is vagyok olyan jó kedvemben, szóval most szar kedvem van. Úgyhogy szerintem majd találkozunk holnap, szóval, ja. Sziasztok, jó reggelt, most 9 óra van, most ébredtem fel 5 perce. És nem bírom kinyitni még a szemem, szóval inkább jelentkezek később. Szóval most olyan 10 van, 9-kor jelentkeztem, szóval nemrég. Csak úgy volt, hogy Tamival elmegyünk és csinálunk képeket, meg minden, csak szólt, hogy nem ért rá, és akkor így visszafekszek most még pihenni, aztán később meg akarom csinálni a körmöm, mert már eléggé. Szóval most már nem jó néz ki, meg a tesóm valahova el akar menni. Szóval most fel vagyok altaszva, meg minden, mindjárt Adival elmegyünk kávészájba, ez egy ilyen kávézó. Iszunk valamilyen frappét, meg jön majd Réka. Őt szerintem már biztos ismeritek, mert több videóban is benne volt, és ő is eljön velünk. Lili. Utána megcsinálom az Adi körmét is, meg enyém is, ugye ma megyünk este Balatonra. Szóval Adival elindultunk kávészába, a Réka is csatlakozott, és akkor vele megyünk, szóval találkozunk ott. Szóval az van most, hogy elfelejtettem ott levideózni. Itt van Adri, meg Réka ugye. Itt vagyunk a játszótéren, leültünk ilyen, én nagyon rosszul vagyok. De mármint elejöttem magam, vettünk pizzalopit. Akkor abból én meghagytam egyet, vagy kettő egyet. Akkor az Adi megevett egyet, vettünk cedevitát, azt is megittem Adiét, és egy pici malat, azt is megittem, vettünk ilyen frappit. Ez az Adinak nem tetszett, én azt is megittem, és most nagyon tele vagyok. Az Adinak semmilyen tetszett, alig evett valamit. Én nem tudom,
csoka, így tele van a pudin, mert otthon eszek. De hát mi nem ettél, mi otthon? Na jó van, szóval elfelejtettem ott videózni, most jutott eszembe, tehát majd találkozunk később. Most itthon vagyunk, itt van Réka, a tesóm most ment ki. Még mindig tele vagyok, de most már jobb, mint volt, és vissza a megyeskolát a Réka, meg én is, csak én most nem tudom, hova raktam le azt ide. És úgy volt, hogy megyünk medencébe, de rossz időt mond már, mint... Itt írja, hogy 4 órára 90%. Igen. Esőt mond, szóval inkább kiadjuk. Én ma megyek Balatonra, és most 4 napig nem lesz videó, mert ugye megszokhattátok, most naponta vagy 2 naponta raktam fel videót, hanem Balatonon majd vlogolni fogok, és azt a 4 napot egybe, vagy 3-at, igen 3-at leszek, azt 3 napot egybe vlogolom, és mikor hazérek, akkor feltöltöm nektek. Megmelegedett szegény szegvei. Szia! Viszontlátásra! Szia! Szóval akkor úgy döntöttem, kifestem a karmam. Én ilyen lilára, meg rakok majd ilyen csillagot. Igazából nem hiszem, hogy valami szép lesz, meg most kicsi is a karmam, de hát majd meglássuk. Szóval először is leszedem ezt a fehéret. Végül inkább másik színmel eldöntöttem, de az titok. No hát és most a vége felé vagyok, nem mutatom még meg. Most jön az a rész, amit mindig elbénázok, de hát nézzük! Szóval így néz ki. Ez ilyen barac színű, az fehér, és így szívószál. Szóval belemártottam a szívószálat a körömlakkos kis tartályba, vagy hogy mondják, és így ráfújtam. És így néz ki. Különben elég jó lett, csak az a baj, hogy picik most a körmeim, mert levágtam. Szóval igen, így néz ki. És hát ez a videó ennyi is volt, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, és találkozunk a következő videómban. Ugye mondtam, most 3 vagy 4 napig nem lesz videó ezután, de utána felrak, mert ugye megyek Balatonra, de Balatonon vlogolok, és utána azt fel fogom rakni. Szóval találkozunk legközelebb. Sziasztok!